Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2-t nézitek, és a Lenovo ThinkPad E550-est láthatjátok, az üzleti gépsorozat egy picit olcsóbb tagját, 15 hüvelykes kijelzővel, amely Full HD 1920x1080 pixeles, bár mondjuk felbontásban jó fényerőben nem annyira, hiszen csak 220 nit fényerőre képes. Közelről megnézzük, felfedezhető TN panel, ennek köszönhető az alacsonyabb fényerő is, ami nem annyira szép, de ez egy idézőjelben olcsó készülék az üzleti gépek között. A készülék kerete egészen vastag, mondhatni, még oldalt és felül sokkal inkább. Talán ennek az egyik oka lehet az, hogy Intel RealSense kamerarendszert kapott, azaz képes 3D-ben rögzíteni dolgokat és úgymond szkennelni a notebook. Stereo mikrofonunk van hozzá, a gép alja a műanyag, egészen nagyméretű touchpadet kapunk, illetve a pöcökegért különálló gombokat kapott immár. Nem a megszokott ThinkPad billentyűzetünk van, annál kicsit mattabb, másabb anyagból készültek a gombok, de a kiosztás az nagyjából megegyező. Van numerikus padunk, illetve gyorsindító gombjaink, például, amit látható számológépet indító, vagy internetböngészőt indító gombot is kapunk. A E550 GPS stereo hangszórókkal rendelkezik, itt, illetve itt van ez a két hangszóró, ami a kijelző alá került, van bekapcsoló gombunk, illetve recovery gombunk egyaránt a készüléken. Ha lehajtjuk a gépet, egészen egyszerű, igazából csak egy ThinkPad logót tartalmaz. A gép jobb oldalán látható, hogy nem annyira vékony, 2,5 cm vastag nagyjából. Van rajta egy jack csatlakozó, egy optikai meghajtó, van egy USB 3.0, illetve egy töltő is, ami dokkolóként funkcionálhat. A gép másik oldalára került hűtőnyílás, RJ45 VGA, HDMI, illetve 2 darab USB port is. Még a gép alján, ha ránézünk, egyrészt látható, hogy kivehető az akkumulátor, valamint van egy kicsavarozható ajtónk, aminek segítségével könnyen lehet cserélni memóriát, vagy esetleg merevlemezt, vagy SSD-t a gépbe. A készülék, ahogy mondtam, Full HD kijelző tartalmaz TN panellel. Hardware tekintve már az új Broadwell-re épült, az 5. generációs Intel Core processzorokra. Jelen pillanatban egy Intel Core i5200U processzorra menne, 2,2 GHz-es órajellel, 8 GB RAM-mal, illetve egyes modellekben, amint látható, videókártya is kerülhető, AMD Radeon R7 M260-as, ez mondjuk pillanatnyilag nem tartalmazza, illetve 1 TB HDD, vagy 128 GB SSD, illetve akár 16 GB RAM is kerülhet bele. Ez volt tehát az új Lenovo ThinkPad E550, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon, sziasztok!